Szeretettel köszöntök mindenkit, elsősorban a polgármester urat, Bátony Terenye polgármesterét, és azokat a polgármester urakat és hölgyeket, akik itt megjelentek, a vendégeinket, az ügyfeleinket, és akik majd látni fogják ezt a videót. És szeretettel üdvözlöm a kollégáimat is, akikre nagyon büszke vagyok. És köszönöm nektek, és köszönök mindenkinek, elsősorban köszönöm a fővállalkozónknak, Szirbau Kft-nek, hogy ez a gyönyörű épület létrejöhetett ilyen rövid időn belül. És köszönöm a tervezőnek, Ipacs József és Timmer Zoltán úrnak, hogy ilyen jó kis házat, ilyen csinos kis házat épített nekünk ide. És nagyon köszönöm azoknak a résztvevőknek, a Betának, a Stigának, az Electroluxnak és az Enhelnek is, hogy eljöttek és megtiszteltek bennünket ezen a csodálatos helyen. Én szoktam mondani, hogy miénk ez a tér, egy nagyon szép, kiváló helyen vagyunk, és hát hogyha Mátrát tekintve lehet azt mondani, hogy szerelmese vagyok ennek a helynek, akkor ez így van, de ez be volt kalkulálva, hogy egy picit elérzékenyülök, nagyon sok barátom van itt ezen a helyen, ezen a területen, és nagyon, nagyon kedves barátaim, akik ide csaltak bennünket, hogy csináljunk itt egy nagyon szép üzletet, mert úgy gondolom, hogy egy hiánypótló üzlet leszünk ezen a területen, és hát még egyszer nagyon köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket, és azt is, hogy most ezen az ünnepélyes alkalmon megkérhetem a polgármester urat, hogy velem együtt nyissuk meg ezt az áruházat hivatalosan is, mert idáig csak egy próbanyitás volt, és ez jól sikerült. Úgy gondoljuk, hogy most már akkor mindent bele csináljuk úgy, hogy mind a nagyok. Úgyhogy köszönöm nektek még egyszer, polgármester úr. Kedves hölgyek, urak, kedves Gizus, engedd meg, hogy gratulálják neked ez a szép üzlethez. Nem is tudom, mit mondjak azokat, hogy ő beszélt itt, mert amikor egy vállalkozó idő a térségben, és nem csupán a zsebét nézi, hogy hogyan tudna meggazdagodni, hogy haszonra szerte, nem ilyen érzelmi kötődése is van a térséghez, akkor azt mondom, hogy magáért beszél. Tehát amikor az érzelmek találkoznak az érdekkel, ennél jobbat nem lehet megfogalmazni, és külön köszönöm, hogy már most ilyen szépen és ilyen erősen kötődt térségünkhöz, itt a Mátra lábához. Csak azt tudom mondani, hogy úgy látszik, hogy a 21-esnek a fejlesztése az csak megérett, hiszen itt a 21-es mellett most már nem az első olyan üzem, olyan üzlethelyiség, ami újra nyílt vagy megnyílt a városunkban. Talán mondhatjuk az örületünk annak, hogy felkerültünk az ország fejlesztési térképére, bár szerintem 20 évet lekéstünk, mert a 20 év ezelőtt kellett volna ilyen szinten felkerülnünk, de hát ezt nem mi vagyunk az alkotói, mi csak követői vagyunk, de bízom benne, hogy a lemaradást be tudjuk hozni. Ugyanakkor örülök, hogy itt a városnak a szívében, itt a 23-as csomópontjában egy ilyen üzlet jött létre, ami beleillik a általam elképzelt városképbe, modern, és egy hiátust tölt be, tehát a város életében egy olyan üzlet jelent meg, ami úgy gondolom nem csupán a városlakók, nem csupán a térségben lakók, hanem tágabb környezetben is, akik Péterke, Ószfelő jönnek, akik Tarján felé mennek, vagy Szlovákiába, vagy akik pásztorul majd fel fognak jönni, azoknak is egy lehetőséget ad, hogy minőségi termékekkel és széles termék palettával találkozni itt ebben az üzletben. Azt kell, hogy mindenki találja meg itt a számítását, a tulajdonosok és a vásárlók is, mi pedig köszönjük, hogy Bátony Terenyét választottátok, Gizus. Sok sikert kívánok nektek! Köszönjük, és ne felejtsük el, még annyit szeretik mondani, hogy ne felejtsük el, hogy az üzletünk reggel 6-tól este 6-ig nyitva van, és egy óriási nagy parkolóval várunk mindenkit szeretettel, és jobb oldal található, nekem bal oldal, a büfénk, az is reggel 7 órától van nyitva. Úgyhogy most szóljon a pezsgő. A szalag. Köszönöm szépen!
És nekem akkor egészségetekre. Köszönöm szépen a lehetőséget, és a bizalmat, meg a szereteteteket, amit